Jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV híradója július 1-én, szerdán. Nézzük először a fontosabb híreinket röviden. Éjféltől már fizetni kell, lejárt az ingyenes parkolás időszak a Nagykanizsán is, csütörtöktől ismét fizetősek lesznek a helyek. Kiképzés. 42-en kezdték meg a tartalékos kiképzést Nagykanizsán, a csapat közel fele nő. Erzsébet táborok. Nagykanizsán 4 iskolában 79 diák vendégeskedik a napközis táborokban. Most pedig jönnek a részletek és további híreink. Holnaptól visszaáll a megszokott rend, újra fizetni kell a parkolásért. Nagykanizsa közgyűlése is elfogadta az erről szóló határozatot egy módosítással. A kormány veszélyhelyzetet megszüntető döntése egyben azt is jelentette, hogy országosan megszüntetik az ingyenes parkolás lehetőségét. Nagykanizsán ezt egy helyi rendelet is szabályozta, ezért az önkormányzatnak is határozni kellett. Ezek értelmében csütörtöktől ismét fizetni kell a helyekért. A kiesett időszak miatt az egész éves teljes áru parkolóbérletet váltókat kedvezményben részesítik. Ők a jövő évben 25%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg bérletüket. A parkolójegyek megváltását illetően nem lesz változás. Július 2-ától, tehát holnap üzemkezdettől ismét fizetővé válik a belvárosi parkolók használata. Tehát ugyanannál a 30 automatánál lehet jegyet vásárolni, illetve mobiltelefonos parkolójegy vásárlással jegyet váltani, mint a korábbi időben. Tehát visszaáll az eredeti rend, ami még a pandémiás időszak előtti állapot volt. Július 1-e a köztisztviselők és a Magyar Egészségügy napja, így ma a kanizsai polgármesteri hivatal is zárva volt, valamint az alapellátási intézmények is csak ügyeleti rendszer szerint fogadták a betegeket. Ma reggeltől csak a Szekeres József utcai felnőtt és gyermekházi orvosi ügyeletet lehet felkeresni, a fogorvosi ellátást pedig szerda délutánig a Szent Imre utcai rendelőben biztosították. Július 1-én született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. A Semmelweis nap az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók számára 2011-től munkaszüneti nap. A mai nappal megkezdték felkészülésüket a speciális önkéntes területvédelmi tartalékosok Nagykanizsán. A 18 és 50 év közti korosztály jelentkezését várták, egy pszichológiai és egy házi orvosi alkalmassági vizsgálat után érkezett a kiképzés szakaszába 42 fő. A június 10-én megnyitott iroda tevékenységével elégedett a honvédség, hiszen többek közt az iroda jelenlétének köszönhető az önkéntes jelentkezők magas száma. Balog László polgármester Nagykanizsa katonavárosi múltját hangsúlyozva köszöntötte a résztvevőket, majd Kisbús Károly alezredes, a 48. Nagy Sándor területvédelmi zászlóalj parancsnoka szólt a jelentkezőkhöz. Az alezredes egyúttal megköszönte a toborzók munkáját is. Szerinte a kereslet és a kínálat találkozott, így meglett az a létszám, amellyel már valóban érdemes a kiképzést elindítani. A tartalékosok képzése nagy mértékben azonos az egységes alapkiképzéssel. Szabályzatismeret, alakikiképzés, harcászati kiképzés, alapőgyakorlatot fognak végrehajtani, robbantási feladatot fognak végrehajtani, és sok minden mást is. Elméleti és terepfoglalkozások váltakoznak, természetesen az elején egy több elméleti foglalkozás lesz, hogy felkészítsük a terepfoglalkozásokra az itt lévő tartalékosokat. A kiképzők feladata a következő időszakban az lesz, hogy az önkéntesek állóképességét folyamatosan fejlesszék. A pszichológiai és orvosi vizsgálaton sikeresen átesett 42 fő, csak nem fele, nő. Póka Veronika Letenyéről érkezett. A koronavírus ideje alatt elvesztette munkáját. Kisfiamat egyedül nevelem, ezért mindenképpen keresni kellett valamit, és mivel még nem nagyon indult be semmi, ezért amikor elmentem a toborzóra, és így beszélgettünk, egyébként így felkeltett az érdeklődésemet abszolút, úgyhogy igazából ez volt a motiváció. Póka Veronika mindemellett egykoron rendőr szeretett volna lenni. A szakma iránti vonzalom miatt jelentkezett önkéntesnek a zalaegerszegi Szaká Viktória is. A nagypapám is katona volt, és a apukámnak a testvére a rendőrségen dolgozik, és így nagyon, nagyon szeretem ezt a dolgot, meg alapból sem vagyok olyan nagyon lányos lány. Szeretem az ilyen fegyvereket, a tankokat, ilyen jó dolgokat.
A toborzás első körben a kiképzés szakaszába lépett, de a jelentkezőket továbbra is várják. Amíg az a helyzet fennáll, hogy a Magyar Honvédség segíteni tud, addig mi toborzók természetesen várjuk az érdeklődőket, és akár egy-egy adott élethelyzetben, tehát hogyha valaki elvesztette a munkáját, és átmenetileg mondjuk nincs 2-3 hónapra, akár nincs neki munkája, vagy hosszabb távon gondolkodna esetleg egy biztos kereseti lehetőségben, akár egy hivatásban, egy hivatást keres magának, akkor is tudunk ajánlani különböző lehetőségeket. A speciális önkéntes területvédelmi tartalékosok képzése mától 5 hétig tart. Polai György marad a Nagykanizsa és környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Erről is döntöttek a Nagykanizsa és térsége önkormányzati tanácsülésén. A testület összesen 9 napi rendi pontról szavazott, szó esett többek között a 2019 évi költségvetési gazdálkodásról is. A testület egyhangúan megszavazta, hogy Polai György marad a Nagykanizsa és környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. Ügyvezetője 2022. decemberéig. A polgármestereket tömörítő szervezeten a 2019 évi költségvetés szerint a társulási tanács költségvetésében a bevételeket közel 73 millió forintban, a kiadásokat 35 millió forintban teljesítették, 37 millió forint pedig megmaradt. A Kanizsa térségi humán szolgáltató központnál a bevétel csak nem 10 millió, a kiadás 6,9 millió, a pénzmaradvány pedig hozzávetőleg 3 millió forint. Elindultak a napközis Erzsébet táborok. Országszerte 800 településen mintegy 1100 intézmény szervez 5 napos turnusokban elfoglaltságot általános iskolásoknak. Nagykanizsán 4 iskolában 5 héten 79 diák tölti Erzsébet táborban a szünidő egy részét. A héten kezdődött és egészen augusztus végéig tartanak országszerte Erzsébet táborokat. A járványügyi készültség miatt napközi jellegű tematikus programok megrendezésére pályázhattak az intézmények. A Rozgonyi úti általános iskola 2 turnusban foglalkoztatja a diákokat. Nagyon izgalmas ez a tábor, sokat tanulunk, sokat kézműveskedünk. Tegnap például jött a védőnéni, aztán a koronavírusról megnéztünk rengeteg nagyon érdekes videót, aztán ma is most is a népi megfigyelésekkel, meg a népi játékokkal foglalkoztunk, készítettünk egy gyönyörű szép fát is. A naponta 8 és 17 óra között zajló programok során 4-szeri étkezést, valamint változatos élményeket és egy kirándulást is kínálnak a tanulóknak. Az egyik kiemelt célunk az, hogy a gyerekek élményekkel szociális képességeiket fejlesztve hagyják el a tábort. A másik célunk pedig az volt, mikor meghirdettük a tábort, hogy egyrészt ebbe a vírusos időszak utáni helyzetben levegyük a szülők válláról a terhet, másrészt pedig olyan gyerekek jelentkeztek, akik szeretnek táborozni, illetve együtt szeretik tölteni az időt a társaikkal. A hajdani paraszt olimpia mintájára ügyességi verseny az iskola udvaron. Zsákban ugrálás és csizmahajítás is volt a programok között. A kötelező jellegű higiéniai oktatáson túl az egészséges életmódra, a fenntarthatóságra, kézművességre és a sportra épülnek a foglalkozások. Nagykanizsán napközi Erzsébet tábort a Rozgonyi iskola mellett a Hevesi, a Kiskanizsai iskola, valamint a Szivárvány egymi szervez a nyáron. A Nagykanizsai Pataki Ikrek könyve lett az egyik győztes mű a Twister Media Bekezdés című pályázatán. 104 versenyző közül 3 győztest választottak ki a zsűritagok. A lányok 512 méter című regény ennek köszönhetően rövidesen a könyvesboltokban is elérhető lesz. Az ikrek több irodalmi pályázaton is részt vettek az előző években, de ez a könyv lett az első igazán nagy közös sikerük. Korábban külön-külön és együtt is dolgoztak már, és értek el kisebb sikereket. Elmondásuk szerint már 7 éves koruktól foglalkoznak hasonlóan kreatív dolgokkal, hiszen már akkoriban meséket és verseket is írtak. Egész gyerekkorunkban kreatívak voltunk, mindig kitaláltunk valamilyen kreatív tevékenységet, legyen rajzolás, képregény rajzolás, írás, újságírás, versek, és nem régóta kezdtünk el csak regényeket írni, egy 3 éve,
és láttuk, hogy vannak az országban irodalmi pályázatok, úgyhogy ezek ilyen nagyon jó lehetőségnek bizonyultak. Az 512 méter című regény egy fiú és egy lány megismerkedéséről szól, akik egy tó ellentétes oldalán élnek. Majd amikor észreveszik egymást, el is indul a történet, aminek helyszínét az ikrek közös kedvenc kirándulóhelye ihletett. Őrtilos a kedvenc kirándulóhelyünk. Ott folyik össze a Mura meg a Dráva, és onnan át lehet látni a szomszédos horvát területekre. És mindig érdekelt minket, hogy kik élnek a túlsó parton, milyen emberek, mindig misztikus volt nekünk a túlpart, és innen jött az ihlet. A regény további cselekményéről most többet nem árulunk el, hiszen a lányok könyve remélhetőleg hamarosan elérhető lesz a nagy közönség számára is. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Éjféltől már fizetni kell, lejárt az ingyenes parkolás időszak a Nagykanizsán is, csütörtöktől ismét fizetősek lesznek a helyek. Kiképzés. 42-en kezdték meg a tartalékos kiképzést Nagykanizsán, a csapat közel fele nő. Erzsébet táborok. Nagykanizsán 4 iskolában 79 diák vendégeskedik a napközis táborokban. Ez volt a Kanizsa TV híradója július 1-én szerdán. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket kollégáim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!